Csak semmi majré. A Bálintház az a hely, ami összehoz. Erős, sokszínű zsidó közösséget épít, ugyanakkor a társadalmi, kulturális, vallási és politikai nézetek nyílt megvitatásának is állandó fóruma. A 25 éve működő intézmény igazgatója, Fritz Zsuzsa a mai műsor vendége. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Műsorajánlót hallottak. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Elmondtuk kétszer-háromszor, hogy majré nélkül. Itt van Fritz Zsuzsa, szervusz, köszöntünk. Köves Slomóval együtt. Sziasztok. A stúdióban. Szervusztok. Szóval ez a 25 év, és ez a Bálintháznak a honlapján így is kezdődik a programismertetésben, hogy vaskosan felnőtt egy generáció 25 év alatt a Bálintházban. Nem csak emiatt hangsúlyosak a gyerekprogramok, persze, de az árszpoétikának a része, hogy végigkövetni, felnevelni, segíteni nem csak zsidó, de a zsidósággal kapcsolatban lévő emberek gyerekeit, és egy közösséget építeni. Egyrészt köszönöm a meghívást, másrészt azt gondolom, hogy nem, tehát hogy a gyerekek persze mindig központban vannak, de hogy nekem személy szerint nagyon fontos az, hogy egy zsidó közösségi ház az a közösséget szolgálja, tehát a közösség ugye mindenféle generáció, és a jövő záloga az valóban a gyerekek, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek olyan lehetőségek, amikben a családok kisgyerekekkel, nagyobb gyerekekkel, iskolás gyerekekkel megtalálják a kapcsolódási pontot a közösséghez, de ugyanilyen fontos az, hogy a fiatal felnőttek, a felnőttek, idősebbek is közösségre találhassanak. Igen, csak idős embereket mivel lehet közösségbe hívni? Vagy nyugdíjasok, tehát egysorsúak, vagy közös volt a szakmai múltjuk, vagy... Szóval vannak ilyenek. Hát, hogy kultúrával. De... beszélgetésekkel, hát például a rangos beszélgetések hihetetlen népszerűek pont azért, mert olyan emberek a meghívottak, meg olyan témák vetődnek föl, amiről mindenki szívesen hall, ami egyrészt ugye izgalmas, érdekes, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy elhívjam a barátnőmet, barátomat, baráti körömet, találkozzunk, utána elmenjünk, megígyünk egy pohár bort, és beszélgessünk ezekről a dolgokról. És talán egyre kevesebb ilyen tér van, tehát hogy azt látom, hogy a Bálintház azért is lesz egyre fontosabb, mert hogy közösségi tér, ahol tényleg biztonságban, kellemes légkörben meg tudjuk beszélni a dolgainkat, az fontos, egyre fontosabb. Meg hát szerintem ami fontos, és ami a Bálintázban egyértelműen kiemelkedő, meg érződik rögtön, hogy az ember belép, hogy ez az identitásról szól, és hogy azok az emberek, akik az idős emberek, tehát akik mondjuk már kicsit kevésbé vannak a mindennapi küzdelmekkel és munkával lefogva, azoknál az identitás egyszer csak egyre fontosabbá válik, mert van idő elgondolkozni ezeken a kérdéseken, és az ember, ahogy közeledik ahhoz, annak a 120 évnek a végéhez, akkor egyre hajlamosabb belegondolni, hogy mik az igazán fontos értékek a világban. Szóval szerintem a leginkább ez az, ami összeköti ott az embereket, és gondolom, hogy ezek a rangosféle beszélgetések, amelyekben egyen-kettőn én is ott voltam, ez mind-mind valahogy a zsidó identitáshoz, a zsidó élményhez, a zsidó tapasztalathoz kapcsolódnak, nem? Igen, abszolút, és ráadásul olyan módon sokszor, hogy ez nagyon, tehát hogy nem kell ellentartani, mert ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy a zsidó identitás még mindig Magyarországon egy nagyon érzékeny téma, nagyon sokan nem abban nőttek fel, nincsenek mindig teljesen rendben a saját zsidóságukkal, és ez egy ilyen nagyon biztonságos bevezető sokszor, amit mi ajánlunk a Bálintházban, hogy kapcsolódj, kezdj el valami kapcsolatot teremteni. Az első lépés. Az első lépés, gyere át az ajtón, és aztán garantáljuk, hogy akkor utána ott valamilyen módon ott fogsz maradni, sőt, igazából az se nagy baj, hogyha nem maradsz ott, hanem valahol máshol találod meg a csatornát a közösségen belül. Ezt mindig el szoktam mondani, nyilván az ember, tehát hogy ugye nagyon sok promóció, meg kommunikáció, ez az életünk, és szeretnénk minél több embert megszólítani, de a misszió az valóban az, hogy erősítsük az identitást, a hovatartozást, közösségre találást, és hogyha valaki a Bálintházon keresztül igazából megtalálja ezt máshova, a zsidó közösségen belül, egy másik szervezetben, egy zsinagógában, azt is sikernek tartom. Olyan, mint a zsilip, az igazi zsilip is, amit most vasárnap avatták a zsinagógában. csak próbáljuk utánozni a Bálintház sikerét. De a híd az átjárva, bocsánat. Nem, de abban mindenképp különbözik a Bálintház, és ez most egy fontos pozitívum, hogy azt sikerült szerintem megvalósítani, hogy a zsidóság sokfélesége, ami gyakran kisebb-nagyobb frusztrációkkal és feszültségekkel jár, azt valahogy attól azért a Bálintház távol tudta, már a belső frusztrációkra gondolok, távol tudta magát tartani, és hogy valóban egy kicsit úgy működik, mint egy ilyen ablak a világra, hogy sok minden más különféle szervezeteket meghív, azoknak képviselőit meghívja a beszélgetésre, vannak programok, amiknek helyet ad, a legkülönbözőbb féle zsidó identitásoknak, és ha valaki oda megy, akkor meg tudja találni azt, ami a szívéhez a legközelebb van. Tehát, hogy nem egy oldalt választ, vagy egyféle identitást. Igen, és ez fontos cél is egyébként, tehát ugye az a sokszínű mezüze logó, az arról is szól, hogy itt egy paletta, és találd meg azt, ami neked a megfelelő, a te karakteredhez, a te szívedhez a legközelebb áll, és ezért igyekszünk tényleg minél több ilyen kapcsolódási pontot az emberek elé tárni, és reméljük, hogy az egyikkel megtalálják a kapcsolatot. Ez a belépés hasonlat tetszett nekem, amit Fritz Zsuzsa mondott, hogy egy világi hely, tehát itt nem a rituáléra kell figyelni, meg a vallásgyakorlatokra, mert az ember, amikor ráébred egy picit arra, hogy jobban érdekli a saját zsidósága, mint eddig, vagy egyszerűen, vagy a kíváncsiság, vagy valami érzés. Vagy ráébred arra, hogy zsidó, mert sem van. Igen. Szóval akkor hát én azért el kell, hogy áruljam, hogy ez már felnőtt koromban volt, hogy menjek be a zsinagógába. Hogy biztos, hogy csúnya sok szakállas ember. Hát mondom, az igen, hát különben is hogy nézek én ki most, így és akkor az a szorongás, az őrületes keszonbetegség, amitől félek, hogy belépek, akkor nem tudom ott mi lett. Jaj, de meg nem is tudom, mit kell csinálni. Hát meg nem tudom, mit kell mondani. És akkor ez egy ilyen őrületes félelem volt, és akkor én ezen úgy estem át, hogy az én unokatestvérem, aki egy ilyen nagyon-nagyon helyes, igazi, életteli ember, aki reggeltől estig nyüzsög, jön, megy, és egyszer odaszól hozzám, hogy gyere Péter, megyünk a Frankelben. Mondom, mi, hova? Gyere, van ott egy találkozó. És berángatott a zsinagógába. Éppen valami ünnep volt, 80 ember van bent. Iszonyatos nyüzsgés, dumcsi, valuta árfolyamokról beszélnek, a szegény előimádkozót kínlódik elő, ezek meg itt kokmet szólnak, és nem mondom, ez így rendben van. Szóval nagyon nehéz volt. De ez egy Bálintházban bekapcsolódni zsidó, közösségi, kulturális és egyéb sokféle programba, ez tényleg segíti. Igen, sokkal könnyebb. Tehát mindig azt szoktuk mondani, ugye példának van egy fitnessünk, aminek van egy jó kis konditerme, meg annak tanfolyamai, és mindig ugye, mivel ez a legtávolabb talán attól, amit így egy zsidó közösségi háztól várnak az emberek, mindig azt szoktuk mondani, hogy valakinek ez lesz a kapcsolódás. Tehát, hogy én a zsidó közösségi ház fitnessét választom, mert ott egy kicsit azért otthonabban érzem magam, de a többi az nagyon távol van, és vannak olyan történetek, hogy valaki elkezdett járni, kondizni, és futott a futógépen, és járt mondjuk fél évig, és aztán egyszer csak elkezdett járni mondjuk az egyik felnőtt tanfolyamunkra, ami a zsidóságról szól, bevezetés a zsidóságba, és elkezdett egy kicsit tanulni erről, és aztán egyre biztosabban érezte magát ezekben a dolgokban, egyre erősödött az identitása, de ez ott kezdődött, hogy ő ott izzadt mondjuk hetente kétszer a futógépen. De szerintem egy jó szimbólum is, mert ugye a zsidóság és a zsidó identitás az soha nem csak a vallásról szól, de a vallásos zsidók számára sem, hanem az egy teljes életforma, amiből mindenki valamennyit meg tud, vagy megvalósíthat, hogyha akar. Különben mi is, amikor az emihben valamilyen közösségi központot nyitunk, akkor erre próbálunk figyelni, hogy bár nyilván egy vallási szerzet, középpontban van a zsinagóga, de legyen azért más közösségi funkció is. Az előbb említette Zsuzsa, hogy hát azért még mindig nagyon érzékeny a zsidó identitás, és ez a műsor, ez nagyon gyakran, vagy talán azt lehet mondani, hogy leginkább e köré, az érzékenység köré próbál épülni, már a címében is van, hogy semmi majré. De te, aki most már nem tudom pontosan, de valószínűleg több mint 30 éve benne vagy ebben a zsidó identitásban, éppen erről kezdtünk beszélni a műsor elején, hogy is kerültél bele, majd lehet, hogy erről is szeretnénk megkérdezni, hogyha megengeded, de azt te hogy látod, hogy érzékeny ez a zsidó identitás, de van valami, amiben ez változott, akár pozitív, akár negatív irányba, már maga az identitás, mint érzékenység vagy megélés az elmúlt 30 évben? Vagy akkor, ahhoz képest, amikor megnyílt a Bálintház például? Azt gondolom, hogy változott nagyon sokat, és nem lineárisan. Tehát nyilván nagyon érzékenyen reagál ez a téma a külső társadalmi hangulatra. Ugye a 90-es évek elején, amikor hirtelen szabad volt zsidónak lenni, vagy akár katolikusnak, protestánsnak és magyarnak is egyébként, akkor volt egy ilyen óriási lelkesedés, motiváció az emberekben, hiszen a lefolytásból egyszer csak lehetőség lett ez a dolog, és ez hihetetlen energiát adott a közösségnek, szervezetek indultak el, iskolák épültek. Tehát a 90-es évek elejét szerintem ez jelképezi. És aztán volt egy ilyen megtorpanás. Mikor? És ezt hát én azt gondolom, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt egy megtorpanás. Tehát ugye én nem vagyok társadalomtudós, nekem ilyen elméleteim vannak, ami nyilván meg lehet cáfolni, de én azt gondolom, hogy részben azért is, hogy már természetes lett sokaknak ez a dolog. Tehát, hogy már nem kellett feltétlenül zsidó intézménybe menni ahhoz, hogy zsidó légy. Plusz bejött az, hogy Budapest tényleg egy metropolisszá vált, kulturálisan is. Hát akkora verseny lett abban, hogy hol töltsem el az estémet, és mondjuk a Bálintházon ezt lehetett érezni, hogy van egy kiürülés, hogy már nem, tehát a 90-es évek elején bármit csináltál a zsidó közösségi házban, akkor jöttek az emberek, mert együtt akartak lenni, mert volt egy ilyen vágy, hogy közösség legyünk. A 2000-es évek elejére ez már nem volt. Tehát az embereknek már megvolt. Ha már ők eljutottak a közösségbe, akkor volt egy zsidó kapcsolatrendszerük, volt baráti körük, és lehet, hogy éppen mást választottak erre a dologra. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat változott, és most azt érzem, hogy minthogyha most lenne egy ilyen nagyon erős igény, hogy profizálódjon a közösség sok tekintetben. Intézményesüljön jobban? Intézményesüljön, hogy letisztuljon az, hogy kinek mi a feladata. Ugye ez az elején ez nem volt tiszta egyáltalán. Tehát mindenki, aki hirtelen, aki ebbe belekerült, az szervezetet akart alapítani, és hirtelen ott volt 35 zsidó szervezet, ami egy ideig vitte ugye ez a lendület, de utána azok a szervezetek, akiknek nem volt létjogosultsága feltétlenül, tehát nem igazi igényre épültek, ott azért azt lehetett érezni. És most azt látom, hogy ez konfliktusos is persze, de hogy van egy ilyen tisztázás. Valakivel beszélgettem erről, aki nagyon izgalmas dolgot mondott. Ki, bocsánat? Valakivel beszélgettem, aki nagyon izgalmas dolgot mondott, azt mondta, hogy most vagyunk a csoda utáni időszakban. Tehát, hogy volt a csoda, ami ugye ez az egész szabadság minden tekintetben, és az vitt minden, de anélkül, hogy végig gondoljuk, hogy merre, hova, és most vagyunk a csoda után. Akkor a tenderlit még egyszer meg kell forgatni, hogy nagy csoda történik ott, hogy mi a következő korszak. Ez igen, és ez nekem nagyon tetszett. Egyébként tényleg azt érzem, hogy hát mi is ugye az elmúlt éveket azzal töltöttük, az elmúlt 2-3 évet, hogy stratégiát építeni, hogy merre tovább, hogy lássuk a következő 5 évet. Igen, mert én is valahogy így érzem, egy kicsit később kapcsolódtam azért be a dolognak a közeleti részébe, de hogy az egyértelmű, hogy amikor én 1990-ben elkezdtem járni a Habonimba, ami egy izraeli ifjúsági szervezet volt, nem vallásos különben, akkor volt tényleg egy ilyen minden magával ragadó lelkesedés mindenkiben különben, meg közben az idősebb generáció egy kis félelem is, tehát ezek az érzelmek azért egymásra kölcsönhatással voltak, és aztán volt egy ilyen lejmenet, és most mint hogyha szerintem már nem lenne a lelkesedés, de közben azért úgy intézményesülne minden, és ehhez az is hozzátartozik, amit olvastam egy veled készült interjúban nemrég, hogy fölnőtt tényleg egy új generáció. Igen. Tehát most már lassan én is idősnek számítok, bármilyen fájdalmas kimondani, és az én gyerekeim, vagy a mi gyerekeink korosztálya mostani 10 éves, akik egész másképp állnak hozzá. Tehát egy csomó szorongás, meg ezzel kapcsolatos félelem nincs meg bennük, sokkal természetesebbek a dolgok, ugyanakkor meg sokkal kisebb is a lelkesedés. De hogyha még egy kicsit visszamehetünk, hogy van olyan szerinted, és akkor hadd használjam itt a többes számban hagy fogalmazza meg a kérdést, hogy van olyan, amit szerinted másképp kellett volna csinálnunk a 90-es években, vagy korábban? hogyha most így visszanézzünk a nagy évfordulónál, hogy mit kellett volna másképp csinálni, amiből tanulhatnánk a jövő szempontjából is? Én azt gondolom, hogy persze, de hogy ez ugye a Mari néninek kérdés, tehát hogy mi lett volna, ha. Hát de közben által azért a jövőn tudunk alakítani. Igen, de hogy én azt gondolom, hogy azt kellett volna kitalálni a 90-es években, tehát ezt kellett volna, el kellett volna képzelni, hogy milyen lesz, milyennek szeretnénk 10-15-20 év múlva a magyar zsidó közösséget, ahhoz mi kell, milyen források, milyen intézmények, milyen szervezetek, és úgy elosztani az erőt, a kreativitást, a vezetés, mert ugye ezek és a forrásokat. Tehát azt gondolom, hogy ezek adják össze azt, hogy valami működik, vagy nem. De hogy igazából, persze, de hogy ez nem lehetett volna. Nem lehetett volna kitalálni. Hát az kétségtelen. Tudom, mint a gyerek, amikor növekszik, akkor nem tudja kitalálni, hogy... Nem tudja kitalálni, és pláne azt a handicapes állapotot nézem, amit a Zsuzsa említ, hogy azért a 90-es években a kimondhatóság élménye már eleve eufóriát okozott, igen. Hogy valaki azt mondta, hogy igen, zsidó vagyok, és akkor hol van, mi van, ki, vagy ki még az, és mit csinál, és hogy csinálja, és ebbe be lehetett kapcsolódni ebbe a dologba. Ez nem alkalmas egy tervezésre, ez még az élmény, az emocionális igen. része a dolognak. Azon kívül kitudhatta azt, hogy ennek a úgynevezett zsidó kultúrának, ugye kultúrzsidók is vannak, meg vallásos zsidók is vannak, meg sokféleképpen nevezzük egymást és magunkat. Ki tudta, hogy ez a kulturális érés ennyire erős lesz? Hát Budapest egyik arcéle mindenképpen a zsidó kultúra jelen idejűsége is. Különben még szerintem ami érdekes, hogy nem csak, még visszautalva, hogy fölnőtt egy új nemzedék, hogy nem csak az más ma már, hogy a mai tizenévesek már ebbe beleszülettek, hanem az is, hogy amikor a 90-es évek elején mi fiatalok voltunk, vagy gyerekek az én esetemben, akkor igazából nem volt... Hogy? Én csak fiatal. Nem kapcsolódom. Középkor. Nem voltak példaképek. Igen. Szóval, hogy elmentél Kortás példaképek. Igen. Igen. Tehát nem voltak olyan felnőttek, akikre azt tudtuk mondani, hogy akkor ők majd ebben segítenek. Akik felnőttek voltak, azok vagy idős olyan túlélők voltak, akiknek egy nagyon más élményből táplálkozott a zsidóságuk, és nem volt olyan nemzetközi kapcsolat sem. És itt akkor bekapcsolunk ahhoz, hogy te, ha jól most hallottam a műsor előtt, egy bécsi találkozón kezdted el a identitásodat megelni? Vagy ez, nem, akkor már élted? Ez, igen, hogy is volt ez? 89, tehát pont 89-ben, akkor történt minden. 89 nyarán voltam életemben először Izraelben, 89 nyarán volt a híres balatonfüredi tábor, ahol tényleg akik ott voltak, azok ma is nagyon erősen részei a zsidó közösségnek, többségükben, vagy a zsidó közösségnek nem mindenki volt, aki elköltözött. És akkor 89. szeptemberében a Bécsi Zsidódiák Szövetség meghívta a magyar zsidó diákokat egy ilyen 3 napos szemináriumra. De hol szerveződtek ezek a magyar zsidó diákok 89 nyarán? Hát akkor nem volt már, még ilyen szervezet. Balatonfüreden... Ki szervezte ezt a Balatonfüredet? Ezt nem tudom, látod. Azt hiszem, hogy talán az Engländer Tiborék, a Betlentér, de ebben nem vagyok biztos, erre nem emlékszem. Onex Shabbat Klub. Igen. És volt is valami konfliktus abból, hogy a... Nem mond konfliktus, ilyen ebben a közösség. Hogy lejött a UGS-nek, tehát a Zsidódiák Szövetségnek valami képviselője odajött Füredre, és elkezdett mesélni erről a szervezetről, és el is ment pár ember a UGS-nek a nyári egyetemére, ami valahol Olaszországban volt, és megalapították a UGS-t, és ebből volt egy konfliktus, hogy miért kell, lopják az embereket. Ott van az Onex tép. Rányitnak a másikra. Szóval, hogy igen, volt ilyen, igen. De akkor ez egy nagy forduló. Szóval, hogy akkor forrongott mindent, akkor annyi minden volt, de emlékszem, hogy minden nap valami zsidó szervezetben voltunk, minden délután. Minden nap alakult egy. Igen. Ez volt a Fritz Zsuzsa életében az egyik legmeghatározóbb fordulópont, 1989, és akkor szeptembernél tartunk, majd mindjárt megyünk Bécsbe, de fél egykor először meghallgatjuk a híreket itt Magyarországon, és utána folytatjuk. Csak semmi majré! Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. akkor egy igazi időutazás következik. Az én elhibázott időutazásom, ami miatt én azt mondtam, hogy fél kettő van, de ezt már Véna Gyöngyi megerősítette. Fritz Zsuzsával és Köves Slomóval folytatjuk az időutazást. 1989. szeptemberén tartunk, Bécs, ugye, Zsuzsa? Bécs, igen. Először egy zsidó szervezettel Nem tudom, hogy először, nem hiszem, hogy először voltam. Nem, nekünk voltak bécsi rokonaink, úgyhogy mi voltunk korábban. De arra kértük a Zsuzsát itt a fél kettes hírek alatt, hogy próbálj nekünk elmesélni, hogy akkor ő hogyan is lett zsidó, már a szó átvit értem, hogyan lett tudatos zsidó. De születtem. Mi a recept? Hát én sok más magyar zsidóval hasonlóan nem tudtam, hogy zsidó vagyok. Abszolút zsidó családban nőttem föl, nagyszüleim, szüleim, ezek az anyai nagyszüleim, akikkel egy lakásban laktunk, mindenki zsidó volt körülöttem, a rokonok, a barátok, akik a lakásba jöttek, mind később kiderült, de hogy nekem fogalmam se volt, erre jel igazából, ilyen észrevéhető jel nem volt, és az apukám meghalt, amikor 16 éves voltam, és neki zsidó temetése volt. És hát én ott tettem ezt össze a Kozma utcában. Ez 81, én 15 éves voltam akkor, és akkor így persze, tehát hogy ez inkább ilyen puzzle darabok így örtelen összeállnak, hogy ja, és akkor utána persze észreveszel egy csomó mindent, tehát hogy amikor zsidó van a TB-ben, akkor a nagyszüleim összekacsintanak, és azt mondják, hogy unzere. Meg hát ilyenek. Akkor nem németek a nagyszüleim, most már értem. Szóval, hogy egy csomó mindent utána. Egyedül voltál ebben? A felismerés édesapád temetésén, hogy egy igen, zsidó temetésen, igen, vagy innentől kezdve rakod össze, egy magad egyedül, vagy kérdezel, jönnek, megnyílik a család, nem nyílik meg. Nem kérdeztem. És nekem az a gondolatom, igazából ezt valahogy soha nem kérdeztem, utána se nagyon. A gyerekben van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hát gondolom, hogyha nem mondták, ha nem mondták, akkor az nem olyan dolog, amiről beszélünk. Igen, hogy erről nem beszélünk, nem kérdeztem, de nekem mindig az volt az érzésem utána is, hogy igazából, ha rákérdeztem volna valaha az életem során, hogy gyerekek, mi zsidók vagyunk, akkor ők azt válaszolják, hogy persze. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy semmiképpen nem mondjuk el, nem beszéljünk róla, nem fontos. Ők nem voltak... És hogy zsidó temetése volt az édesapádnak? Tehát akkor mégis ennyire azért hagyományőrzők voltak? Tehát az én nagyszüleim a Dohány utcai zsinagógában házasodtak össze. Tehát, hogy abszolút... Tehát, és hogy akkor még éltek a nagyszüleid, amikor édesapád meghalt. Igen, még sokáig egyébként a nagyszüleim, tehát a nagypapám 90 éves volt, amikor meghalt. És mondom, mindenki körülöttünk zsidó volt, és aztán később rájöttem, hogy a nagyapám mászkira mindig elmegy a zsinagógába. Járt hozzánk a hitközségi adószedő, aki egy ilyen nagyon ijesztő néni volt egyébként, tehát én mindig féltem tőle egy kicsit, és aztán kiderült, hogy a Rellike, aki minden héten ott volt a lakásban, róla kiderült, hogy ő mentette meg a családot 44-ben, ő az anyukámnak volt a nevelőnője. De hogy derült ki? Hát, hogy utána ezekre egy része azért kiderült, elmondták. Mégiscsak elkezdtetek beszélgetni a családban, 17-18 éves vagy. És mikor érezted azt, és miért érezted azt, hogy ezzel neked másképp kell foglalkozni, mint a szüleidnek? Tehát, hogy, mert azért te egy elég ikonikus alakja lettél ennek a dolognak, és gondolom, ez azért ehhez kellett motiváció, hogy... Ugye 15 éves voltam, 15-16, és egy pár hónappal az apu temetése után az anyu addig noszogatott, amíg el nem mentem arabi képzőbe péntek este. Ezt később megkérdeztem egy beszélgetésben, hogy miért, és azt mondta, hogy azt akartam, hogy mindannyian gyászoltunk, én nem voltam jó állapotban, azt akartam, hogy találj kortárs barátokra, meg mit tudom én, és neki ez tök természetes volt, hogy tehát hogy zsidók közé menjen a gyerek. És később azt is megtudtam, hogy ő járt a keddisták körébe, akik egy korábbi ilyen rabbi képzős gárda volt, ugye ez egy ilyen 5 órai tea volt, ő ott szerezte a legtöbb barátját, 90%-ban zsidók voltak, róluk is aztán persze a kommunista rendszer jelentett, ugye ez a 60-as évek, Tehát, hogy neki az tök természetes volt, hogy ha azt akarja, hogy én kortárs csoportban legyek, akkor azok zsidók legyenek. De ezen felül nem nagyon akarták, hogy ez több legyen ennél, és ezért addig nógatott, hogy én elmentem. Március-április lehetett. És ez milyen volt? 80-as évek elején. Egy szál egyedül bementél? Nem. Na. Vittem magammal egy barátot, akiről valahogy tudtam, hogy ő is zsidó, hogy ugyan. És neki is először volt ez? És neki is először volt, és hát igazából nem emlékszem, hogy hogy az első alkalommal nem volt egy ilyen hú, de jó Isten, ez az én közösségem nem érzés. Nem volt katarzis, de elkezdtem visszajárni. Ja. De szorongás volt különben? Nem emlékszem. Erre nem emlékszem egyáltalán. És biztos milyen volt ott? Csak azért, hogy milyen volt ez a... Szuper jó volt. Tehát, hogy kik jártak oda, mi volt a program? Ilyen 15 és 35 közötti fiatalok jártak oda, akik be nem mentek a zsinagógába többségükben, hanem ott átsorogtak a folyosón, akkor vége lett a szombatfogadásnak, akkor fölment mindenki a kidusra, az első emeletre, ahol a Scheiber professzor tartott egy félórás zseniális beszédet, vagy egy könyvről beszélt, vagy volt valami vendége. Egyszer még a Barbra Streisand is volt, akkor én pont nem voltam ott. És utána lent összegyülekeztünk a kapu előtt, amit senki nem szeretett, de mindig ez történt. Vártuk egymást, hogy a zsidók soha nem indulnak el, tehát hogy ez még ma is így van. Még most is ott vagytok. Igen, és utána elmentünk a Dunapark kávézóba, 13. kerületbe, és ott folytattuk a dumát. És így, én így tanultam meg, hogy ez mit jelent, egymástól igazából, tehát azoktól egy kicsit többet tudtak, hogy mit jelent zsidónak lenni, nem sokat, persze, mert senki nem tudott sokat, és elkezdtem visszajárni, és aztán egyre jobban éreztem magam ebben az egészben, hirtelen barátaim lettek, hirtelen volt egy ilyen iskolán kívüli csoport, amivel volt egy közös titkunk, hogy zsidók voltunk, és... Szóval nagyon jó lett ez a dolog, és nekem ugye 16 évesen azért gondoljatok bele, tehát, hogy eleve az az időszak, amikor az ember így elkezdi a kortárscsoportot keresni, és szuper volt, és akkor ott dumáltunk, beszélgettünk zsidóságról, magyarságról. Na, de ez egy elég zárt zsidókör, amiben éltél családilag, és aztán utána ez a baráti kör, amit 16 éves körül elkezdesz kiépíteni magad körül. És be is zárod ebben magad? Vagy a nem zsidókkal való érintkezés során volt-e emiatt konfliktusod? Nem, soha nem volt konfliktusom. Nekem volt két nagyon jó barátnőm gimnáziumból, akik nem voltak zsidók, és... De hát igen, tehát, hogy nagyon egyre inkább ez lett az életem a suli mellett. És az nem merült föl benne, és ez különben személyesen feléd is egy kérdés, de közben meg egy általános dologhoz is kapcsolódik, hogy ugye mert volt még egy faktor szerintem a 90-es években, ami miatt aztán volt ez a lejmenet, hogy úgy 93-94 körül azok, akiket ez a dolog nagyon érdekelt, azok közül, és nagyon elkötelezett volt, azok közül nagyon sokan elmentek vagy Izraelbe, vagy az Egyesült Államokba. Ez így van, igen. És aztán nagyon kevesen jöttek vissza. És szerintem azok, hogy valahogy ez ott volt egy ilyen 5-6 év, amikor ott talán hát ez is sokan visszajöttek. Tehát azok közül, akik a 90-es évek elején kimentek Izraelbe, azok közül nagyon sokan visszajöttek. Az egy külön kérdés, akik visszajöttek, azok ma mennyire aktívak? Benned nem merült fel az, hogy és ezt akartam kérdezni, benned nem merült fel soha, hogy elmenj Izraelben, annyira lelkes vagy Izraelért, és akkor voltam először. Miért nem merült fel, és miért döntöttél úgy, hogy itt csinálod ezt a zsidó életet? Ez érdekes kérdés. Én mindig úgy gondoltam erre, hogy én igazából nem akartam soha Izraelbe élni, de az az igazság, hogy azért nekem itthon volt az anyu, meg itthon voltak a nagyszüleim, és én azt gondolom, hogy nem volt egy belső engedélyem erre, hogy én ott hagyjam őket azok után, hogy az apu meghalt. Tehát azt hiszem most először mondom ezt így ki, de hogy valószínűleg azért se. De az is igaz, hogy én 95-96-ban kimentem egy évre tanulni. Mert ugye én zsidó oktatásban dolgoztam, úgyhogy fogalmam se volt semmiről. Soha életemben nem tanultam szisztematikusan zsidóságot. Hát autodidakta zsidó volt. Tényleg, tehát mint az átképzések, az orosz tanár átképzés, hogy mindig egy leckével előbb jártam, tehát tanultunk Rózsa Sanáról, másnap már tanítottam Rózsa Sanáról, szóval, de hogy abban volt egy ilyen, hogy én azért meg akarnám nézni, hogy tudnék-e ott kint élni, és ez csodálatos volt az az év, tanultam egy csomót, ott éltem Izraelben, megtanultam héberül, de hogy igazából nem akartam én kint élni. Uh-huh. Ez egy nagyon nehéz vállalás, hogy egy másik korosztály, nem talán Slomó a te korosztály, Darányi Andrisék, amikor kettő között van, igen, és akkor ők nagy lelkesen itt a szabadság megérkezik Magyarországra, és hát alig várják, ők már fiatalon a zsidó identitásukkal rendben voltak, és az András mesélte is, hogy és akkor megérkeztünk ki, és az első pofon az, hogy felszálltam a buszra, és jönnek, és kérik a jegyet, és mondom, hát zsidó vagyok, miért kérik tőlem jegyet? Hát itthon vagyok, végre hazajöttem, és azt mondja, ez körülbelül úgy nézett ki, hogy másfél óra alatt rájöttünk, hogy az is egy ország, ott is működnek a dolgok, ott is pénzbe kerülnek a dolgok, nincs manna, nincs Kánaán, kutyára keményen kéne dolgozni, hogy itt legyünk, súgy haza. Szóval csak ez egy nagyon bájos élmény volt, ahogy az András ezt elmesélte. Darányi Andrissal annak idején, ugye, amikor én elkezdtem dolgozni a Joynál 90-ben, és valamikor ősszel egy ilyen tanulmányi útra kiküldtek engem, hogy tanuljak informális oktatást, mit tudom én, és akkor ők már kim voltak, és az egyik hétvégén emlékszem, hogy azt ott ültünk a Givátrám kollégiumában, ugye a Jeruzsálemi Egyetemnek a borzalmas kollégiumában egyébként, és énekeltük, először zsidó dalokkal kezdtük, utána átmentünk a népdalok, magyar népdalokra, utána átmentünk a rajzfilmdalokra. Szuper jó volt. Igen, ez egy érdekes metszete annak a sokszínű kötődésnek, ami a magyar zsidókat jellemzi. Igen. Hogy ugye azok a sikeres aliák azért, amiket Izrael a sajátjának tud, az vagy valamilyen szociális háttér miatt lett sikeres, tehát mondjuk gondolok a Szovjetunióból érkező tömegekre, vagy valamilyen nagyon erős antiszemita élményből fakadnak, tehát mondjuk a konkrétan holokauszt utáni nagyeliák, vagy pedig valami nagyon erős cionista ideológiából. És valahogy a magyar zsidóságnak egyikre se lehet azt mondani, hogy nagyon erős lett volna bármelyikben. Hát vagy a vallás. Tehát ugye azt gondolom, hogy akik vallásosak könnyebb, mert hogy... Pont én nem mondtam, pedig hát ezeket kell kezdeni. Tessék, ezért vagyok itt. Lebuktam. De hogy ez nem véletlen, mert nagyon sokan ugye abban az első lelkesedésben kimentek, és az hiányzott nekik pont, ami itthon megvolt, ez az összekacsintás, tehát hogy azért abban van egy ugye közösség, tehát hogy miért szeretsz egy közösséghez tartozni, mert az nem az. Tehát, a hogy itt a többségtől és ez Izraelben nem volt meg hirtelen, ami itt Magyarországon meg volt. Ott az összekacsintás a magyar összekacsintás. Igen, de hát ugye a magyar zsidók és az összekacsintás az nem. Az Izraelben sem működik? Neked az volt a tapasztalatom? Nem, de tényleg azért ez egy szubkulturális kérdés. Egy kisebb közösséghez tartozni a nagy egészen belül, aminek megvan a maga nyelvezete, kultúrája, történelme, játékszabályai, stb. Ez általánosan is elfogadható identitásképző dolog, hát ha még kapcsolódik egy ilyen erőshöz. Igen, de ha már ennél a korosztálynál vagyunk, és hogy volt egy mély pont, amit Fritz Zsuzsa, a Bálintház igazgatója már érintett korábban is, hogy az nem csak azért volt, mert a rendszerváltás utáni első eufórikus néhány év, amikor meg lehetett élni, hogy én német vagyok, én sokász vagyok, én ilyen vagyok, én zsidó vagyok, meg olyan vagyok, hogy ennek a varázsa úgy elmúlt, mert természetessé vált, hanem volt egy másik váltás, és ezt azért nagyon sokan megfogalmazták a 70-es években született zsidó fiatalok, hogy elkezdték mondani, hogy most jött el az a pillanat, amikor marhára unom, hogy én mindig a holokauszt emlékben kell, hogy az identitásomat megtaláljam, vagy ahhoz kell, hogy kapcsoljam. Én már szeretnék erről leválni de az állandó emlékezés és az állandó felemelgetése a dolognak úgy érzem, hogy nem enged ki ebből a körből. Ezt nagyon sokan megfogalmazták. De hogy akkor a 90-es években ezt érezték? Igen. Igen. Érdekes. Te ezt érezted, Zsuzsa, a 90-es években? Én a 90-es években ezt biztos nem éreztem. Én azt mondtam, hogy a 70-es évek szülött, 70-es években született fiatalokról beszélek. Igen, ők, akik 20 év körül jártak, és elkezdtek abban foglalkozni, hogy most vagy kiköltözünk, vagy itt leszünk zsidók, de ha itt leszünk zsidók, akkor legyünk kortársan, modernül, és nem mindig csak, és kizárólag a soha emléki által zsidóként. Egyébként ezt nem teljesen érthetően fogalmazódott. Nyilván volt egy ilyen kör, vagy volt egy ilyen közeg, ahol a holokauszt és a soá az mindvégig egy ilyen erős sem megjelent. De én azt szerintem a Bálintház, meg a Szarvas, meg ahova mondjuk egy egész más identitás, de mondjuk a vallásos, mondjuk a Habád identitásban ez soha nem volt erős. Hát, Én azt gondolom, hogy de nagyon. Igen? Szarvas az más, mert Szarvas tényleg egy olyan szabadságot ad. A szarvasi attól, hogy kiszabadulsz. Tábor az egy igazi buli. Tehát, hogy ott tényleg az tényleg. Az egy igazi buli. A Bálintház az a holokausztról szólt? Nem, ezt így kategorikusan biztos nem, viszont nagyon-nagyon. De én azt gondolom, hogy a magyar zsidó közösségi életnek minden terében nagyon ott van a holokauszt lenyomata, és ezt azért tudom mondani, mert amikor én igazgató lettem a Bálintházban, akkor az egyik küldetés, amit megfogalmaztunk a fő küldetésként, az a pozitív zsidó identitás. És hát ez volt az egyik legnehezebb igazából, meg a mai napig ez a legnehezebb, mert hogy még mindig az egyik legfontosabb zsidentitás alap, az a fajta trauma, ami... Ez természetes, tehát igen. Ez nyilván ez nem nagyon fog változni, meg ez természetes, hogy egy olyan közösség, ami abban az országban él, a szülei, nagyszülei, dédszülei, igen. Ezt megérték, ez nem nagyon tud nem nagyon tudja ezt kikerülni, ezt a témát. De ebben is azért sokféle. Ez lehet egy indító motor, vagy lehet igen. egy valamilyen első lépés, ami miatt az embernek az idegvégződései nem nyugodnak ebben a témában, de azért az, hogy éli meg, szerintem ez a pozitív zsidó identitás egy olyan dolog, ami azért sokkal hangsúlyosabb ma, mint 25-30 évvel ezelőtt volt, mert igen. Igen, és mindezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon sziszifuszi munka. Tehát, hogy ez, lehet, hogy én azt gondoltam, hogy ez egy sokkal könnyebb siker lesz, de nem, mert hogy ahhoz, hogy valakinek pozitív zsidó identitása legyen, ahhoz tényleg az kell, hogy tanuljon, tehát hogy az élet részévé váljon egy csomó olyan dolog, ami nem arról szól, tehát azt tudja kiegyenlíteni, vagy kiegyensúlyozni a dolgokat, hogy meglátom azt, hogy egy csomó minden olyan pozitív dolog van a zsidóságban, ami nem az, hogy antiszemitizmus, vagy holokauszt. Egy időnek el kell tenni a személyes életében is az embernek, abszolút. Hogy kognitív szinten is, emocionálisan is, egy igen. csomó élményben, egy csomó tudásban. De hadd idézem vissza az egyik műsorunk szereplőjét, mert ez egy nagyon érdekes epizód volt az életében. Penceás Ágnes itt volt már a műsorban, ő elkezdett levelezni velünk az első műsortól kezdve, igaz, Slomó? Igen. És a saját életéről nagyon érdekes dolgot mesélt, először írt a levélben, hogy amikor az ő fia már félfelnőtt, kisfelnőtté vált, gondolom ez olyan 16-17 éves kora körül volt, akkor egyszer csak egy nagyon furcsa szemrehányást tett az édesanyjának, hogy te nekem mindig a zsidóságnak a tragikumáról, a sorscsapásokról, a szörnyű dolgokról, miért nem meséltél már nekem arról, hogy zsidónak jó lenni? És erre kiment Izraelbe, és azóta már hazajött ugyan, de egy kettős identitással boldogan jól éli meg a zsidóság. Na jó, de ez összecseng az, amit Zsuzsa mondott, hogy és erre mi volt a válasz, ha jól emlékszem, az, hogy azért nem meséltem, mert nem tudtam, mit mondani. Ez a nemzedék nem kapott igen. szegény semmit. És azzal kezdtem, azt a beszélgetést azzal kezdtem, hogy idézze fel az életéből azt, amikor pozitív élményként volt az jelen, hogy zsidó. És igen. nagyon hallgatott. Először azt mondta, hogy nem tud ilyet, aztán később a műsor után levélben írt egyet. Hát a műsor nyilván. Ez igen. Hát ez nagyon érdekes. De most egy kicsit még visszamegyünk ehhez a 30 évhez, és jó. akkor most próbáljuk így a kört bezárni így a műsor végéhez közeledni. Már 30 évhez a rendszerváltás. A rendszerváltás, ja, 25 éves a Bálintház, de úgy általában most így a 30 ja, évről, meg de beszéltünk a 25 évről is. Most a szünetben, a híreket szünetben arról beszélgettünk egy kicsit, hogy igen, milyen jó volt ez a 90-es évek eleje, aki most itt a műsor hallgatói között esetleg emlékszik, akár személyesen is, hogy amikor a Goldmark teremben az összes zsidó ifjúsági szervezet összejött, és milyen sok ember ült, és milyen sokan tanultak a Talmud tórákban, és milyen szép volt, és milyen jó volt. De közben, hogyha a számokat összeadjuk, akkor és szaldót akarunk vonni, akkor azt gondoljuk, hogy most többen vagyunk, többen élik meg valamilyen módon aktívan a zsidóságokat, vagy kevesebben? Szerinted, én azt gondolom, Zsuzsa? Hogy jóval többen. Jóval többen. Szerintem. Tehát, hogy akkor nyilván a hirtelen a semmi után az egy ilyen nagyon nagy élmény volt, hogy ott van mindenki. Tényleg, tehát Hanukakor mindenki ott volt, aki valamilyen szinten igen. aktív volt zsidó életben, és ez a mai napig egy csomó mindenkinek, nekem is egy ilyen nosztalgikus érzés, igen. hogy Hanukakor bemegyek a Goldmark terembe, és találkozom azok, akik évközben nem. Igen. De azt gondolom, hogy azért ma azzal, hogy ennyiféle lehetőség van, hogy ennyi zsidó szervezet működik, hogy ott a Bálintház, zsidóiskolák, azért sokkal több lehetőség van a kapcsolódásra, és sokkal többen keresik is ezt. Szerintem ennek van egy fontos motívum, ami nem teljesen biztos, hogy mindenki élménye, vagy minden zsidó közösség élménye, de a külföldi kapcsolatok is kibővültek, mert hiszen egyrészt szabaddá váltak, másrészt megjelentek, csak hogyha a Habád Lubavitch mozgalomra. Meg csomóan visszajöttek például. Meg visszajöttek külföldről, tehát egy kitágult ez, és nemzetközi, mondom a nemzetközi. Beléptünk az EU-ba, sokkal könnyebb eljutni Bécsbe. Például. Most azt nem vartuk el azt a szállat. Én csak úgy mondom. A bécsi szeminárium. De különben, hogy tekintettel, hogy még 6 percünk van, és akkor most megmondtuk a szaldót. Igen. Megmondtuk a szaldót az elmúlt 25-30 évről, és azt mondtuk, hogy azért összességében nem állunk rosszul, mert azért többen vagyunk, mint 25-30 éve. Aktív zsidók, egyre többen élik ezt meg valamilyen formában. Te pedig arról beszéltek korábban, hogy szeretnétek egyre professzionálisabbak lenni, tervezni, elgondolni, stb. Mit gondolunk a következő 25 évről? Hova szeretnénk eljutni? Én azon a vonalon mennék tovább, amit az elején mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a profizálódás, tehát az, hogy jelen pillanatban nem lehet nagyon beszélni egy közösségről, pedig jó lenne, és annak szerintem az a kulcsa, hogy a magyar zsidó közösségben megtörténjen ez a folyamat arról, hogy hogyan szeretnénk látni magunkat, és hogy ahhoz mi kell, és ez forrásokat is jelent, tehát az, hogy racionalizálni azt, hogy mi történik a közösségben, oktatásban, szociális és jóléti dolgokban, az idősek és a fiatalok összehangolás. Igen, abszolút. Tehát azt gondolom, hogy annak lenne értelme, mert hogy annyiféle dolog van, ami lukra fut pont azért, mert hogy nem biztos, hogy igény van rá. Van egy meglepetésünk, mert ha már nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, van egy telefonhívásunk Izraelből, Simai Patrik. Halló! Halló! Szervusz! Zsuzsit különösképpen, mint a hőskor egyik alapítója, én is. Nem hallottam a műsor elejét, csak úgy közbe csatlakoztam itt az autóban, mondom, megpróbálok beszólni nektek, mert nem hallottam, hogy elhangzott-e az ominózus szarvasi első tábor, ami egy szenzáció. A legelső? Mikor volt? Ha nem tévedek, 90-ben. Így van. 90. Amikor 22 országból valami 400-an voltunk, de nem a kiskorosztály, hanem akkor már... Ja, ez a UGS-es, ez olyan, a... Igen. A UGS-es, ilyen 25-től fölfelé. Igen. És te utána rögtön Izraelbe kötöttél ki, és Izraelben élsz? Nem, én már akkor éppen Izraelből jöttem, ja. Már 89-ben is itt voltam, de aztán kis megszakítással Svájc meg egyéb helyek, és akkor 98-ban jöttem ki, és azóta az most már mindjárt 22 éve. Igen. Folyamatosan. Na hát akkor látjuk a nemzetközi kapcsolatokat, hogy most ott valahol a ajánlónon mész, és akkor hallgatod a Klubrádióban a zsidó műsor. Ez nem volt lehetséges 25 éve. Ez biztos, hogy nem volt, mert még a telefon is igen nehézkes volt, mert az utcáról ilyen, tudjátok, ilyen szimoném, ami volt Magyarországon, ilyen lukas filléres. Igen. Hát a madzagon vissza lehetett húzni. Igen, a meg a tantusz. Igen, és akkor visszahívható volt külföldről, és akkor a filipinekkel, meg a többiekkel ment a bruszt, hogy kiáltsók, és kinek van éppen a visszahívott dolog. Szóval egy nagyon jó dolog volt, és tulajdonképpen 89-ben, igen, jó magam szervezésében akkor 36-tal jöttünk ki, először közel 3000-en jelentkeztek egy ilyen itteni munka lehetőségre, csak sajnos a Knessetben lett egy óriási balhé emiatt, és akkor maradtunk 36-an, két részletben. 86-ban 36-an mentetek Magyarországról. 89, bocsánat. De 3000-en jelentkeztek. Uh-huh. Igen, igen. És akkor itt volt, mert akkor kezdődött ugye az Intifáda, és kellett a munkaerő, és rengetegen mehettünk volna, meg mehettek volna a mezőgazdaságba, és ez szép is volt, így is ott még uránbányászok is jelentkeztek, hogy tudjátok. Hoppá. Az én lakásom volt. De ezek mind zsidó származású emberek voltak? Részben, nagy rész igen. Voltak, akik nem, de azt mondták, hogy nagyon szívesen jönnének, és ott szóljon. De mondom, itt kiderült egy elég rossz indulatú dologgal, Knesset szintre érkezett, és majdnem belebuktak azok, akik ezt szervezték innen. És így maradtunk 36-an originális kutyabőrösök, és Bécsen keresztül két részletben érkeztünk ide meg, és tulajdonképpen azt hiszem a 36-ból én meg még egy valaki van, aztán a többiek azok már mind elszélettek a világ minden irányába. Aha. Úgy, ahogy mondtátok, hogy nagy volt a 90-es években a Jerida, a visszautazás. Visszaköltözés is, igen. Visszaköltözés, na, igen. Hát, igazán örülünk, hogy sikerült bennünket felhívni, és hogy Izraelben autózás közben is tudod hallgatni a Klubrádiót, ami egy biztató jel számunkra. Köszönjük. Örök betelefonáló vagyok, persze, jó. És kellemes ünnepeket, és Sánát tovább neked is, és köszönjük szépen a hívást. Simai Patrikot hallgattuk Izraelből. Szerbusz. Hát maradt másfél perc, Zsuzsa, ez egy kellemes régi találkozás, nem? Igen. A mai technika segítségével. De akkor még ebben a 55 másodpercben, mert arra beszélt, hogy professzionálisan jó lenne összehangolni a dolgokat, és ez lenne. És hogyha most nem az intézményekről beszélünk, hanem arról, hogy magyar zsidók, milyeneknek szeretnénk, hogy legyenek a magyar zsidók 25 év múlva? Mi zsidók, hogy milyenek szeretnék, vagy nem zsidók szeretnéd látni a zsidó közösséget? Hát mondhatnám, hogy összetartóknak, meg ilyesmi, de igazából kreatívnak, sokszínűnek szeretném látni a magyar zsidó közösséget, és törődőnek. Nem köldöknézőnek. Nem. Miért most az? Nem. Na, hát azért. De is legyen. Jelzőket hallgatom, ez magunkra vehetjük, és ez szerint is éljük meg, szerintem sokan. És Fritz Zsuzsát hallottuk, elvaratlanul maradt egy szál. Lesz miért, hogy még újra hívunk. Majd még újra hívunk, most jó utat Bécsbe, és kellemes ünnepeket. Köszönöm a hallgatók figyelmét, munkatársam volt Józsa Péter és Keletcsényi Krisztina, a stúdióban pedig Köves Slomó és Rózsa Péter fogadta a vendéget, Fritz Zsuzsát. Egy hét múlva újra találkozunk. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.